Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. A napokban hallgattam egy videót, elég nehéz volt megérteni, mert nagyon zavaros volt az egész videónak a mondani valója. És ez a videó azzal foglalkozott, illetve szóba került ebbe a videóba az, hogy a személyiség zavaroknak egy jó ideig nagyon sok fajtája volt diagnosztizálva, hogy a DSM-nek a betegségek leírásának, illetve osztályozásának a kézikönyvében nagyon sokfajta személyiségzavar van leírva, illetve azoknak a tünetcsoportjai, és hogy a legújabb változat, ez nem a DSM-é, hanem egy másiknak a felülvizsgált változata, revidiált változata, abban pedig már csak úgy szerepelnek a személyiségzavarok, hogy általában személyiségzavarok, és csak fel vannak sorolva, hogy milyen jellegzetességek vonatkoznak egy-egy személyiségzavarokra. És ebben a videóban elhangzott egy olyan megállapítás, hogy ugye eddig azt mondtuk, hogy vagyis az lett tanítva, hogy a nácizmusnak, nácisztikus személyiségzavarnak több alfaja van, ugye van a nyílt, a rejtett, és van a rossz indulatú nácisztikus személyiségzavar, vagy mint alcsoport, és hogy a legújabb betegség leírásban, illetve személyiségzavar leírásban az szerepel, hogy igazából már most a nyílt nácisztikusok azok pszichopaták, és a valódi nácisztikusok pedig a rejtett nácisztikusok. Hát ezután a kicsit körülményes bevezető után szeretném a dolgokat helyre pakolni. Először is azt, hogy valóban tényleg nagyon sokfajta személyiségzavar volt eddig diagnosztizálva, meg szerintem még lesz is, és mindenféle kis apró tünetcsoportot is külön személyiségzavarként diagnosztizáltak. Viszont egy nagyon híres pszichológus, pszichiáter, személyiségzavar kutató, James Masterson, ő csak három fajta személyiségzavart ismer el, illetve három nagy csoportjába osztja a személyiségzavarokat, méghozzá úgy, hogy vannak a narcisztikus személyiségzavarba tartozók, a borderline személyiségzavarba tartozók, és a skizoid személyiségzavarba tartozók. Minden más ezeknek az alcsoportjai. Hogyha logikusan gondolkozunk, és megnézzük a kritériumokat, hogy melyik személyiségzavarnak mi a kritériuma, mi a jellemzője, akkor valóban azt a nagyon sokat, amelyet A klaszterbe, B klaszterbe és a C klaszterbe vannak sorolva a személyiségzavarok, azok valójában ebbe a háromba besorolhatók, tehát borderline-ba, narcisztikusba és skizoidba. Itt ebben a videóban, amit én említettem, illetve amit én megnéztem, tehát az hangzott el, hogy a nyílt narcisztikusok azok tulajdonképpen pszichopaták vagy antiszociális személyiségzavarban szenvedők. Hát először is nézzük meg, hogy hogy volt eddig, vagy hogy van tulajdonképpen a narcisztikus személyiségzavarnak a csoportosítása. Ugye vannak a nyílt vagy klasszikus exhibicionista narcisztikusok, vannak a rejtett narcisztikusok, és vannak a rossz indulatú malignát narcisztikusok. Ugye az exhibicionista vagy nyílt narcisztikusok, ők azok, akik arrogánsak, uralkodók, a figyelemnek a középpontjába akarnak lenni minden áron. A nyílt narcisztikusok, azokról általában azt szoktuk mondani, hogy nagyképűek, magamutogatóak, csodálatot várnak el, a figyelem középpontjába akarnak lenni, nagyon fontos nekik a hírnév, a státusz, nagyképűek azt vallják magukról, hogy a legjobbak, a leggrandiózusabbak, mindenhatóak, mindentudóak, és mindenki mást maguk alá helyeznek, tehát egy
ranglétrán ők vannak a legtetején, ugye a trónon ők ülnek, mindenki más a létre alján van, mindenki más pedig a hódoló, a behódoló, aki szolgálja a nyílt narcisztikust. Tehát a nyílt narcisztikus, ő olyan embereket keres magának, akik szolgálják, csodálják, nem kritizálják, nem sértik meg, nem támadják meg a nagyszerűségét, nem versenyeznek velük, nem fogják megalázni, nem mondanak ellent, szívesen szolgálnak a nyílt narcisztikusnak, vagy esetleg olyan magas státuszú emberek, akikhez ők maguk is csatlakozhatnak, vagy az ő körükbe is beletartozhatnak, és hogy ezzel emeljék az ő nagyszerűségüket. Tehát a nyílt narcisztikus az azt mondja, hogy én vagyok a király, te pedig csodálj és szolgálj engem, és te vagy az alattvaló. Tehát így lehet a legjobban megjegyezni a narcisztikusoknak a nyílt fajtáját, vagy hagyományos, exhibicionista narcisztikusokat. Aztán ott vannak a rejtett narcisztikusok. A rejtett narcisztikusok, ők róluk nehéz észrevenni, hogy ők narcisztikusok, csak hogyha hosszabb ideig velük élünk, és megfigyeljük a magaviseletüket, a gondolkozás mintájukat, akkor látjuk, hogy valójában ők is narcisztikusok. Nem úgy nyíltan, mint a nyílt narcisztikusok, hanem ők rejtett módon. A rejtett narcisztikusok, ők igazából a jó emberek. Azok az emberek, akik mindenkinek szolgálni akarnak, mindenkinek lesik a kedvét, ők a terézanyok, ők a mártírok, ők a szentek, ők azok, akik úgymond magukat alárendelik a többi embernek, és ők végzik a szolgálatot többi ember felé. Tehát olyan emberekhez kötődnek, akik mellett különlegesnek érezhetik magukat, méghozzá a jó ember státusz, a mártír, az áldozat, a terézanyúság státusza által fogják jól érezni magukat. És ők nagyon szeretik az embereket idealizálni, aztán népszerűsíteni, elősegítik, hogy ez a másik ember, akihez csatlakoztak, ők a figyelem középpontjába kerüljenek. És a rejtett narcisztikus az igazából abban éli ki a grandiózitását, a mindenhatóságát, a nagyszerűségét, a nagy képűségét, hogy azt mondja, hogy csatlakozok valakihez, és amikor csatlakoztam, akkor azt mondom, hogy mi együtt. Tehát learatja a babért a nála erősebb embernek a sikeréből, azonosítja saját maga sikerével, és azt mondja, hogy mi együtt értük el, mi együtt a csoportban, mi együtt az egyházban, mi együtt a munkahelyen, a mi kis kollektívánk, tehát mindig belehelyezi magát egy közösségbe, egy csoportba, belehelyezi magát egy másik embernek a társaságába, és élvezi az azok által elért sikereket. A rejtett narcisztikusnak is ugyanolyan instabil az önértékelése, mint a nyílt narcisztikusnak, ugyanúgy énközpontú, nagyon fontos neki a státusz, őre is jellemző az érzelmi empátia hiánya, jellemző rá, hogy előadja a nagy szolgálatot, a nagy mártírságot, a nagy szentet, ugyanakkor aki felé végzi a szolgálatot, afelé borzasztóan irigykedik a javaira, az önbizalmára, a sikerére, az elért eredményeire, és nagyon sokszor a rejtett narcisztikus fél attól, hogy őt leleplezik, hogy ő nem is olyan jó, nem is olyan szent, nem is olyan terézanyú, és hogyha kiderül róla az igazság, hogy minden csak érdekből tesz, akkor meg fogják szégyeníteni, és meg fogják alázni. Ugyanakkor eljátsz azt, hogy fél közvetlenül a reflektorfénybe kerülni, fél nyíltan csodálókat keresni, ugyanakkor mégis keresi ezt a nyílt csodálatot, amikor odaáll ahhoz a bizonyos emberhez, vagy odaáll abba a csoportba, közösségbe, és ott eljátsza a nagy mi közösséget, és eljátsza annak a dicsőségét, hogy abban ő is részesül. Aztán a rejtett narcisztikus,
ahogy mondta, mindig választ valakit, akinek szolgálhat, aki alá oda rendeli magát, akinek különféle szívességeket tesz, különféle szolgálatokat tesz, elintézi a dolgait, megveszi az ebédjét, kitakarítja a házát, elviszi a gyerekét az óvodába, iskolába, vagy bárhová, megszervezi a rendezvényeket a számára, vagy akár repülőjegyet vesz, vagy vonatjegyet vesz az utazásaihoz, lefoglalja a szállodát. Tehát olyan dolgokat csinál, amivel szolgálja azt az embert, akihez ő hozzácsapódott, és ő ezáltal a szolgálat által érzi magát nagynak, jónak, grandiózusnak, és azt látjuk ebben a kapcsolatban, hogy a másik ember, aki általában egy nyílt narcisztikus, az elfogadja ezt a szolgálatot, mivel neki olyan ember kell, aki engedelmeskedik, aki szolgálja, aki csodálja, aki tenyerén hordozza, akitől különféle szolgáltatásokat kap, tehát megkapja az üzemanyagot, megkapja a jelenvonásokat, megkapja a maradék előnyöket, és ez a nyílt narcisztikusnak nagyon is a kedvére van, nagyon is az előnyére van, és ebben a rejtett narcisztikus is kiteljesedik, mert van ki előtt elvégezni a szolgálatot, és kölcsönösen várják egymástól a figyelmet, az egymásnak a dicsőítését. A rejtett narcisztikus tisztában van azzal, hogy nagyon sok eredmény nem az ő eredménye, hanem azé az emberé, akit ő szolgál, és pontosan ezért irigykedik rá, ezért dühös rá, haragszik rá, mert ő nem tudja elérni azokat az eredményeket, illetve ő nem tud olyan magas státuszba, olyan magas pozícióba kerülni, mint a nyílt narcisztikus, akinek a szolgálatába áll. Ugyanakkor mégis élvezi az előnyöket, a sikereket, élvezi a jó körülményeket, akár egy luxus lakást, akár egy utazást, akár egy csodás autót, vagy mondjuk, ha olyan szolgálatot végez a nyílt narcisztikusnak, akkor a szuperül felszerelt konyháját. Tehát ezekben ő nagyon jól érzi magát, és nagyon előszeretettel szolgálja a nyílt narcisztikust. Tehát ő is ugyanúgy megkapja a nyílt narcisztikustól a figyelmet, az üzemanyagot, a dicséretet, megkapja a jelenvonásokat, megkapja a maradék előnyöket, és úgy látszik, hogy mind a ketten jól járnak. A rejtett narcisztikus is tudatosan csinálja, amit csinál, tehát egy olyan megküzdési módot, egy olyan életmód taktikát választott még gyerekkorában, hogy ezt leste el otthon, ezt tapasztalta meg, hogyha ő szolgál másoknak, akkor neki békén hagynak, akkor őt elismerik, akkor őt felmagasztalják, akkor őt nagyon jó embernek fogják tartani, dicsérgetni fogják, és ezáltal az ő grandiózus igényei ki tudja elégíteni. Igaz, hogy nem áll nyíltan a pódiumra, hanem ott áll a színfalak mögött, de amikor tapsolnak a nyílt narcisztikusnak, akkor a színfalak mögött, a függöny mögött ő is kihúzza magát, hogy na, ezt mi értük el. És mondjuk egy fotózásnál már odáll a nyílt narci mellé, együtt fotózzák őket, együtt jelennek meg különféle újságokba, és így aratja le a babért, a dicsőséget a rejtett narcisztikus. Tehát így különlegesnek tudja magát érezni azáltal, hogy társul valakihez, és azt mondja, hogy szolgálom a másikat. Erről is van videóm a társfüggőségről, vagy kódependenciáról, hogy nagyon sok társfüggőnek mondott egyén valójában középnárci, vagy rejtett narcisztikus, akik ebben a jó szerepben tüntetik fel magukat, és olyanokat keresnek, olyanokkal állnak kapcsolatba, akiket szolgálni tudnak. Ugye a nyílt narcisztikusok pedig egyáltalán nem tagadják, hogy nekik ez a szolgálata kedvükre van, ők igazából akkor, tehát a nyílt narcisztikusok akkor értékelik le az embereket, amikor valaki ellenük fordul, vagy meg akarja szégyeníteni, vagy nyilvánosságra akarja hozni, hogy milyen a nyílt narcisztikus valójában. Hogyha az emberek hűségesen szolgálják a nyílt narcit, hogyha odaadóak vele szembe, ha nem pofáznak vissza magyarul, ha nem mondanak neki ellent, nem akarják leleplezni, ha nem hazudoznak róla,
ha engedelmeskednek, akkor a nyílt narcisz nem fogja a készletét leértékelni, mert ez neki jó, mert nem kell újabb készletbe fektetni, hanem van egy stabil készletforrása, egy készletbázisa, és ő ezeket ápolgatja, kedvezményeket tesz nekik, hol előveszi, hol háttérbe rakja őket, de leértékelni csak akkor fogja őket, amikor valamit a nyílt narcisz ellen tesznek. Most a rejtett narcisztikus önmagába szintén nem értékelgeti le annyira a nyílt narcisztikust, mert őnek is jó ez a fajta szimbiózis, ez a pióca kapcsolat, hogy szolgálok neki, a keze alá dolgozok, és akkor a nyílt narcisz az ő előnyeiből részesíti a rejtett narcisztikust is, tehát ez így mind a kettőnek a jó. Akkor van probléma, hogyha valami véget a rejtett narcisztikus többet követel, mint amennyire jogosult, tehát nagyobb figyelmet, nagyobb csodálatot, nagyobb elismerést vár el a nyílt narcisztitól. Na, ilyenkor a nyílt narcisz általában bepöccen, hogy miért irányítja a rejtett, miért akarja kontrollálni, miért akar rajta uralkodni, miért akarja megszabni, hogy ő mit csináljon, és akkor ilyenkor kezdődik meg a kettő közötti harc, a vita, és ilyenkor egyre jobban előjön a kettőjük közötti háttérbe szorított ellenszem, az agresszió, a dű, a rejtett narcisztikusnál a passzív-agresszív viselkedés, és ő a csendes maga módján, ha nem kapja meg a nyílt narcisztikustól azt, amit akar, akkor a csendes maga módján, passzív-agresszív módon tud a nyílt narcisztikusnak ártani. Ilyenkor lesz a nyílt narcisztikus pletykás, panaszkodó, aztán úgymond véletlenül elárult dolgokat, titkokat a nyílt narcisztikusról, ártatlannak tűnő kérdéseket tesz fel, amivel adatokat gyűjt, hogy majd később a narcisz ellen tudja fordítani, vagy éppen csendelver, vagy figyelmen kívül hagyja a nyílt narcisznak az utasításait, és nyilvánvalóvá teszi az ellenszenvét, mert ilyenkor alakul ki köztük a különféle konfliktus. És ugye a rejtett narcisztikusoknak van egy alfaja, a fordított narcisztikus, ők pedig kifejezetten ezek a pióca emberek, akik nem szolgálnak, nem igazából lusták, úgy akarnak előnyöket szerezni, hogy ők azért semmit nem végeznek, míg a rejtett narcisztikus szolgál a nyílt narcisztikusnak, addig a fordított narcisztikus nem akar szolgálatot végezni a nála feljebb lévő, magasabb szinten lévő embereknek, hanem ő olyan, mint egy pióca, és természetesnek veszi, hogy akire ráragad, akire rátapad, abból csak az előnyöket fogja szívni, ő pedig nem tesz érte semmit igazából. És ezek a fordított narcisztikus emberek mindig keresnek ilyen gazdaszervezetet, gazda narcikat, akikre rá tudnak tapadni, tudják szívni a vérüket, át tudják őket verni, ki tudják őket használni, és igazából ezek a fordított narcisztikusok az én tapasztalataim szerint általában a rejtett narcikra tapadnak rá. Tehát, hogyha jól megfigyeljük a rejtett narcisztikust, aki ez a tipikus jó vagyok, szent vagyok, terézanyú vagyok, mindenkinek szolgálok, mindenkinek segítek, mindenkinek tanácsot adok, minden bajba jutottat észreveszek, na ezekre az emberekre tapad rá a fordított narcisztikus, azért, mert tudja, hogy ő rajta is fog segíteni a rejtett. Tehát a fordított narcisz eljátsza a kis magatehetetlen, kis senki vagyok, nem értek hozzá, nem tudom, olyan, mint a függő személyiség zavarban lévő, a dependens személyiség zavarban lévő ember, hogy elhitetik vele, vagy elhitte gyerekkorában, hogy ő semmire nem képes, semmit nem tud önállóan megcsinálni, nem tud önállóan döntéseket hozni, és ebből a
ebből a maszlakból ő szeretne kikerülni, ezért tapad rá egy igen tevékeny, igen mozgékony, igen döntőképes emberre, egy hatékony emberre, egy középnárcira, egy rejtett nárcira, és ki használja, hogy ő gyengének mutatja magát, és a rejtett nárci pedig a gyengeségében pátyolgatja, kiszolgálja, jó tanácsokat ad neki, megoldja a problémáit, dönt helyette, anyagiakat is juttat neki, vagy esetleg közös kasszát használnak, és akkor szintén megint jól jár mindenki, és ráadásul még ez a fordított narcisztikus, aki így hozzátapad a rejtett nárcihoz, a terézanyú típushoz, a jó emberhez, ez még azt is élvezi, hogy az a terézanyú rejtett nárci, a középnárci, az viszont kapcsolatban van egy nagy pályás nárcival, és így mindenki jól jár igazából, mert mindenkinek van szolgálója, mindenkinek van, aki kiszolgálja, és mindenki részesül mindenkinek az eredményéből, a sikeréből, a jó hírnevéből, és amíg megtalálják a számításokat egymáson, addig egészen jó kapcsolatban vannak egymással. És van a harmadik nagyfajta narcisztikus, ugye a nyílt, a rejtett, volt a kettő, és a harmadik nagyfajta ez a rossz indulatú vagy malignát narcisztikus. Ő olyan típusú ember, aki azonnal leértékeli a másikat. Tehát ahogy kapcsolatba kerülsz vele, ő rögtön azzal kezdi, hogy elkezdi a hibáidat sorolni, elkezdi mondani, hogy ő miben jobb, mint te vagy. Az összegyűjtött információk alapján ő már egyből tudja, hogy téged mennyire fog tudni lenyomni, mennyire fog tudni megalázni. Tehát a malignát vagy rossz indulatú narcisztikusnak a célja az önbizalomnak, tehát a te önbizalmadnak a letörése, semmi bevétele, lerombolása, tönkreteszi a boldogságodat, a híredet, szinte szadista örömöt érez abba, hogy uralkodhat másokon, hogy kárt okozhat, tehát ő egy olyan típusú narcisztikus, aki élvezi a megalázást, a megszégyenítést, a másoknak a sárba tiprálását, és nem igazán az jellemzi, hogy ő most annyira villogni akar a rivalda fény, mert ezt is akarja, mert nála is megvan a grandiózitás iránti vágy, viszont elsődleges célja az, hogy ő uralkodhasson másokon, másokat lerombolhasson, megalázhasson, ő ebből szerez üzemanyagot magának, hogy ő mindenkit megaláz. Aztán, ha a rosszindulatú narcisztikusnak a hozzátartozója, vagy a barátja, családtagja foglalkozik valamivel, akkor ez a malignált narcisztikus, rosszindulatú narcisztikus rögtön megtalálja a módját annak, hogy tudja ezt a tevékenységet elpusztítani, rombolni. Élvezi, hogyha a másik szenved miatta, élvezi, hogyha a másikat zaklathatja, direkt bosszanthatja, ha elbizonytalanítja a másikat, azt mondja, hogy nem is olyan jó, mint ahogy hiszed, nem is így kell, meg nem is úgy kell csinálnod, meg biztos, hogy meg fogják tőled venni ezt a terméket, meg van ettől még jobb is. Tehát amikor kapcsolatba kerülsz vele, akkor egyből azt fogod érezni, hogy minden gyenge pontodra rátapint, minden gyenge pontodon megaláz, megsért, kényelmetlenséget okoz, és nagyon-nagyon rosszul érzed magad a társaságába, tehát rögtön a hibáiddal fog jönni, uralni fogja a helyzetet, tehát esélyt se ad arra, hogy te akár védekezzél, vagy megmutasd a te igazi arcodat, a te igazi jelenvonásaidat. Ő olyan embereket keres, akik gyengék, akik társfüggők, akik könnyen irányíthatóak, nagyon alázatosak, ijedősek, vagy pedig van valamiük, amit a narcisztikus lerombolhat, megsemmisíthet, vagy elvehet magának. Tehát a rejtett, vagy a rosszindulatú narcisztikusnak ez a célja, hogy
birtokoljon valamit, vagy megsemmisítsen, hanem tudja birtokolni, kárt okozza, megalázzon, leértékeljen, összetörjön, rossz híredet keltse. Tehát ő rögtön egy leértékelő technikát vesz elő, amikor te kapcsolatba kerülsz vele. A rosszindulatú narcisztikus ezen kívül egyrészt élvezi is ezt a tevékenységet, másrészt pedig úgy gondolja, hogy ezzel a fajta magaviselettel, ezzel a fajta gondolkozással tudja helyreállítani a félrevélent önbecsülését, a kisebb rendűségi érzését, a gyerekkori megalázottsági érzését, és ő ezt a rossz indulatú, már majdnem szadista, antiszociális viselkedést végzi az emberekkel kapcsolatban. Na most a videót, amit hallgattam, abban volt egy olyan megállapítás, vagy volt egy olyan mondat, hogy a nyílt narcisztikus az tulajdonképpen pszichopata. Tehát a nyílt narcisztikusok pszichopaták. Ezt szeretném egy kicsit kiigazítani, mert ez így, ahogy van, ez nem igaz. Ez azért nem igaz, mert a pszichopaták azok egyrészt nem személyiségzavar kategóriába van sorolva, másrészt összecsapták az antiszociális személyiségzavarral vagy viselkedéssel, de a pszichopátia az nem személyiségzavar, hanem egy olyan működési mód, ami nem szülői nevelés hatására, illetve nem környezeti hatásra alakult ki. Ugyanis a pszichopatáknak, akik ténylegesen pszichopaták, és tényleg diagnosztizálták náluk, szoktak végezni egy olyan agyi vizsgálatot, MRI-vel és mindenféle ilyen képalkotó eljárással, meg lehet ezt ma már csinálni, hogy az agy szerkezetről működés közben is, meg pihent állapotban is különféle képeket készítenek, és megnézik, hogy bizonyos tevékenységek, dolgoknak az elvégzése közben az agynak melyik része, hogy aktiválódik, mit fog csinálni, milyen idegkapcsolatok jönnek létre. Na most a pszichopatáknak az agyi szerkezete az nagyon változatos. Ez azt jelenti, hogy a pszichopata az nem szülői nevelésre, nem környezeti hatásra lesz pszichopatává valaki, hanem ő annak születik. Egyrészt genetikai alapú a pszichopátia, a DNS-be programként be van kódolva, tehát ez öröklődik, vagy öröklődhet családon belül. Vannak, ahol több generáción keresztül vannak pszichopaták, és nem környezeti hatásra lettek azok, hanem az agyi szerkezetüknek az eltérése miatt. A pszichopaták azok igazából, ha jól megnézzük, nem hasonlítanak a narcisztikusokra. A narcisztikusok központi kérdése az önbecsülésüknek a helyreállítása, a szégyentől, a megalázástól való menekülés a központi kérdés. A pszichopatának nem központi kérdése ez, hogy ő most grandiózus vagy nem, vagy élen jár-e vagy nem. A pszichopatáknak teljesen más működési módjuk van, és ők aszerint működnek, ahogy az agyi fejlettségük, illetve az agyi szerkezetük megengedi a működést. Tehát a pszichopaták, azokról ugye azt szoktuk mondani, illetve azt állapították meg, hogy nem éreznek kötődést, a kapcsolataik nem járnak érzelmekkel, nem éreznek depressziót, szorongást, nem lesznek öngyilkosok, nem éreznek félelmet, mindent, amit csinálnak, az nem érzelmi alapú, hanem egy tudatos döntésnek az eredménye, tehát a szerelemben sem érzés alapján döntenek, hanem hasznosság szempontjából, használhatóság szempontjából, nem jellemző rájuk a szomorúság,
nem jelent számukra problémát az önbizalom hiány, illetve ez fel sem merül bennük, mert a kudarc az nem frusztrálja őket, abszolút nem frusztrálja őket, hanem ha valami nem érnek el, vagy nem megfelelő eredményt értek el, akkor átértékelik a dolgot, más tervet készítenek, más célokat tűznek ki, másképp járnak el, és megpróbálják úgy végrehajtani a céljaikat. Viszont ha valamit végképp nem érnek el, ettől se lesznek frusztráltak, depressziósak, nem lesznek miatta öngyilkosok, hanem egyszerűen értékelik logikailag, észbelileg, hogy vannak célok, amik elérhetetlenek, azt abba hagyják, tovább lépnek és csinálnak olyat, amiből eredmény származik. A pszichopata, ő nem gondolja azt, hogy ő csodálatos lenne, tehát abszolút nincs kapcsolata a narcizmussal. Nem lehet a narcisztikus ember pszichopata, illetve a pszichopata nem narcisztikus. Igaz, hogy mind a kettőnek jellemző az, hogy nincs érzelmi empátiája, de ez abban nyilvánul meg a pszichopatánál, hogy nem érzelmi döntéseket hoz, hanem logikai, észszerű döntéseket, tehát az érzések azok abszolút nem befolyásolják a pszichopatáknak a döntését, ezért tűnnek úgy, hogy nagyon hidegek, vagy távolságtartók, vagy nagyon célra törőek, és nagyon tehát nagyon, mint a robotok, úgy tudják a dolgokat végrehajtani, hogy érzelemmentesen, lépésről lépésre, fokozatról fokozatra csinálnak meg dolgokat, és addig csinálják, amíg a megfelelő eredményt el nem érik, illetve nem érték el, akkor egyszerűen tovább lépnek a dolgokról. Tehát fogok még beszélni más videóban is a pszichopátiáról, amikor majd a borderline-nal is össze fogom hasonlítani, mert ebben is nagyon sok kavar van a különféle videókban, írásokban, amikor azt mondják, hogy a borderline az átmegy másodlagos pszichopatába, tehát már eleve nem mehet át másodlagos pszichopatába, hogyha egyszer megállapítottuk, hogy a borderline az egy agyi fejlődési rendellenesség, tehát a génekbe programozott, örökletes dologról van szó, tehát nem lehet, mivel a borderline-oknak pedig normális az agyi fejlődésük, nincs a génjükbe programozva, így a borderline, illetve a narcisztikus nem lehet pszichopata. Választhat pszichopatikus megküzdési módokat, akkor, hogyha olyan környezetben nőtt fel, ahol nagyon sok pszichopata volt, vagy nagyon pszichopatikus működésmódokat látott, akkor ezeket a stratégiákat, működésmódokat eltanulhatta, de attól ő még, hogy alkalmaz bizonyos dolgokat belőle, még nem lesz sem elsődleges, sem másodlagos pszichopata, se a narcisztikus, se a borderline. Végezhetnek antiszociális dolgokat, tehát tehetnek úgy, vagy dönthetnek úgy, hogy esetleg törvényszegnek, vagy társadalmi normát szegnek, de nem tudatosan teszik, míg az antiszociális személyiségzavarban lévő pedig tudatosan szegik meg a társadalmi normákat és a társadalmi szabályokat, tehát a borderline is, meg a narcisztikus is nem is pszichopata, nem is antiszociális, csak csinálhatnak úgy bizonyos dolgokat, mint ahogy az antiszociális és pszichopata teszi. Aztán még ami nagyon szemet szúrt, illetve nem szemet szúrt, mert a gondolataimba ásta be magát, a következő dolog, amire nagyon felkaptam a fejemet, és ugyanebben a videóban hallottam a borderline-okról, meg a narcisztikusokkal kapcsolatban volt ez a videó, és ebben ez hangzott el, hogy a 2-től 6 éves korig a gyerekek nem képesek az érzéseiket szétválasztani, nem képesek kivetíteni kívülre, másokra, elnyomják a gyerekek az érzéseiket, és hoznak létre egy képzelt barátot. Tehát a gyerek azt éli meg, hogy ő tehetetlen, a képzelt barát, amit a fejükben, a fantáziában létrehoznak, az egy grandiózus, erős, mindentudó, sose téved, és a gyerek erre a képzelt barátra irányítja át a rossz érzéseket, a fájdalmakat, a bántalmazást,
És hogyha a gyerek nem tudja ezt a képzelt barátot megteremteni a fejében, a fantáziájában, akkor a gyerek borderline lesz. Viszont, hogyha meg tudja teremteni ezt a képzelt barátot, és el tudja nyomni az érzéseit, akkor a képzelt barát megteremtése által a gyerek narcisztikus lesz. Na, itt nagyon rögtön meg is állítottam a videót, és nagyon-nagyon elgondolkoztam dolgokon, hogy hogy vannak a dolgok összemosva. Valóban van a gyerekeknek egy olyan korszakuk, van egy olyan időszakuk, amikor tényleg hozhatnak létre a fejükben, a fantáziájukban egy képzelt barátot. Ugye a gyerek mindent a játék tevékenység közben tanul meg, és eljátszik bizonyos szerepeket, eljátszik bizonyos helyzeteket, ott azokban a játék tevékenységekben próbálja megoldani az élet problémáit, azokat a dolgokat, ami az ő számára felmerültek, vagy amik keresetlen még nem tud mit kezdeni, de szeretné a tehetetlenségének az érzését feloldani, és a fantázia közben ő létrehoz ilyen képzelt barátot vagy barátokat. Ugye látjuk, amikor sorba ülteti a babát és tanítja őket, amikor főzmos vasal rájuk játék tevékenység közben, vagy összeszidja a macit, mert rendetlenséget csinált. Tehát a gyerek valóban hozhat létre egy bizonyos életkorban, egy bizonyos életkori szakaszban ilyen képzeletbeli barátot, amivel megbeszélje a konfliktusait, letudja, eljátsza, feloldja, és egy idő után ez a képzeletbeli barát el fog tűnni a gyereknek a fejéből, a fantáziájából, és különbséget tud tenni a gyerek a fantázia és a valóság között. És tehát, hogyha egy gyerek, és nem minden gyerekre jellemző ez, tehát a videóban lévő megfogalmazás szerint, hogyha a gyerek nem tudja megteremteni a képzelt barátot, akkor ő borderline-os lesz. Na most, hogyha annyi borderline-osunk lenne, mint ahány gyerek nem teremt képzeletbeli barátot, akkor itt nem pár százalék lenne a borderline-osoknak az aránya a lakosságot nézve, hanem nagyon-nagyon sok borderline-osunk lenne. És ugye azt mondja ez a videó, hogy a gyerek, hogyha nem tudja ezt a képzeletbeli barátot megteremteni, akkor nem tudja őrá vinni a saját bántalmazását, a saját szomorúságát, a rossz érzéseket, a fájdalmait. Tehát magyarul a képzeletbeli barátnak kellene átvenni a gyerek helyett a sérelmeket, bántásokat, abuzusokat, félelmeket. Tehát olyan, mintha a gyerek erre a képzeletbeli barátra rakná rá az összes lelki problémáját, terhetségét, pszichikai problémáját. Ha egy kicsit gondolkozunk, akkor ez rettenetesen hasonlít arra, amit a Bibliában olvasunk, hogy Jézus az, aki átvette az emberek bűnét, aki meghalt az emberek helyett. Tehát magyarul, akkor az emberek készítettek maguknak egy képzelt barátot, aki rárakja az összes terhüket, az összes bűnöket, és ezért Jézus megszenved. És hogyha ezt a logikát tovább viszem, és azt mondom, hogy vannak emberek, akik nem hisznek Jézusban, és nem hisznek az ő váltságművében, magyarul nem hozták létre a fejükbe a képzelt barátot, akkor ők borderline-osok. Tehát akkor a hitetlenek, a másvallásúak, az úgymond pogányok, akkor ők borderline-osok? Mindenki borderline személyiségben, zavarban szenved, aki nem vallja a keresztény egyháznak a tanítását, nem vallja Jézust megváltónak, képzeletbeli barátnak, akire minden bűnt, mindent rá lehet tenni. És ott volt a másik megállapítás, hogyha meg tudja a gyerek teremteni ezt a képzelik barátot, akkor a gyerek narcisztikus lesz. Tehát akkor megint tovább folytatom a bibliai logikai gondolatot, hogy azok az emberek, akik meg tudják teremteni a fejükben, a hitükben, a fantáziájukban Jézust, az ő megváltó életét, megváltó programját, ha úgymond ráteszik a saját bűnüket, a saját
bánatukat, fájdalmukat, akkor mivel ezek az emberek megteremtették a képzeletbeli barátjukat, akkor ők narcisztikusok. Hát nem igazán tudom, vagy legalábbis el tudom képzelni, hogy mit szólt volna hozzá Pál apostol, meg Péter apostol, meg az összes többi keresztjén egyházatyafi és egyházi tanítók, ha ezt hallották volna, vagy ezt mondta volna valaki rájuk, hogy mivel ők megteremtették a képzeletbeli barátjukat, ezért ők narcisztikusak. Tehát ez egy borzasztó elgondolkoztató dolog, hogy nem is az, hogy miért van ez mondva, hanem hogy annyira logikátlan, és mégis hirdetve van, hogy számomra ez a megfoghatatlan, hogy még csak nem is az is, hogy hirdetik, hanem az, hogy miért kell elhinni. Miért hiszik el nagyon sokan, hogy ez tényleg így van? Miért vannak azok a rengeteg pozitív kommentek, meg egyebek, hogy micsoda aha élmény, és micsoda megvilágosodás? Aztán tovább folytatva volt itt még olyan is, hogy ez a képzeletbeli barát a gyerek számára ez egy hamis én. Maga az Isten. A gyerek felfedezi az Istent, és a gyerek feláldozza Istennek az igazi énjét, és csinál egy hamis ént. Tehát a képzeletbeli barát a hamis én. Magyarul akkor a Biblia szerint akkor a képzeletbeli barát Jézus az egy hamis én, és innen már tovább nem tudom a logikát folytatni, mert számomra már nincs tovább logika, mert úgy folytatódik tovább a videó, hogy a gyerek, tehát a hamis én lesz az istenség, a gyerek áldozatot ad, saját magát mutatja be ember áldozatként a hamis énnek. Tehát itt már lényegében egy olyan katyvaszt, olyan összevisszaságot találok, amit nagyon nehéz megmagyarázni, nagyon nehéz értelmezni, nagyon nehéz elfogadni. Én örülnék neki, hogyha írnátok bőven kommentet róla, hogy ti mit gondoltok erről, és arról is, hogy miért hiszik el az emberek ezeket a blödségeket, ezeket a nem is tudom, ilyen fantasztikus vagy fantasmagórikus dolgokat, amiket itt hallhatunk ebben a videóban, illetve nagyon sok írásban sajnos, amit olyan úgymond narcisztikus szakember ír le, illetve ad ki róla drága könyveket, írásokat, amelyeket erről úgy gondolom, hogy borzasztóan félreviszik az embereknek az igaz tudását, és félreviszik az embereket abban, hogy valóban meglássák, hogy ők kivel állnak szembe, illetve hogy milyen életet élnek. Most szeretném nektek felolvasni annak a szerzőnek egy vallomását, egy önvallomását, amit a Twitteren olvastam, nem nevezem meg a szerzőt, de ő az, aki ezt a fantasmagórikus képzeletbeli barát dolgot kitalálta, és terjeszti, és közzétette. Neki az önvallomását fogom most felolvasni, és gondolkozzatok el róla, hogy ő azokból a csoportokból, a narcisztikusoknál, a nyílt, a rejtett és a malignált, rosszindulatú narcisztikusoknál vajon melyik csoportba tartozik, és mi az, ami motiválja arra, hogy ilyen véleményeket, ilyen gondolatsorokat, ilyen úgymond logikai következtetéseket írjon le és tanítson az embereknek. Tehát ezeknek a bölcs idézőjelbe tett bölcs gondolatoknak a szerzője így vall önmagáról, és ő ezt nyíltan hirdeti a Twitteren is, nagyon sokan olvassák, és gondolom nagyon sokan megdöbbennek a szavain. Ezt vallja önmagáról. Olyan kincsnek tartom magam, amely méltó minden költségre és a legközelebbi vagy a legkedvesebb áldozatára. Elvárom, hogy az asszonyaim tolerálják akut verbális bántalmazásomat és a káros pszichológiai manipulációimat. Ámulatba
akarom őket ejteni intellektuális pirotechnikáimmal, és ők ezért hálásak lesznek, hálásak, mert kiváltságosak, hogy hozzáférést kaphatnak az én gyémánt elmémhez. Elvárom az üzleti partnereimtől, hogy figyelmen kívül hagyják brutális durvaságaimat, infantilis ingatagságaimat, cserébe megkapják tudásomat, kreativitásomat, szellemi forrásaikért. Úgy érzem, jogomban áll bántani bárkit, zavart okozni, egyszerűen azért, mert zseni vagyok. Mindenkinek elragadott figyelemmel kell hallgatni határtalan háborgásomat, alkalmazkodni kell a legkirívóbb szeszélyeimhez, és engedni kell legfelháborítóbb kitöréseimnek és elkényeztetett dűroharmaimnak. Mindezek azt igazolják, hogy valóban méltóság teljes vagyok. Az agyam és az elmém olyan egyedi alkotás, hogy elvárom, hogy úgy tiszteljenek, mint az Isten, amely nem kevés ember áldozattal jár. Amikor életemben egy-egy ember mégis fellázad, akkor belekóstol az én haragomba, ami nagyon rossz, és hiába háborodik fel, és hiába döbben meg, teljes mértékben traumatizálni fogom. Leértékelem az ilyen elviselhetetlen frusztrációnak a forrását, kórossá, károssá teszem őket, és megtagadom tőlük, mint az Isten, hogy bejussanak a szellemi mennyországba. Kegyetlen és szokatlan büntetéseket adok nekik. És azt mondja, hogy csodálatos érzés ez, amit ő vall, és csodálatos érzés az is, amikor agresszíven, kegyetlenül eldobja azt, aki már kritizálja, vagy nem akar vele kapcsolatban lenni. Tehát számomra ez egy döbbenetes vallomás, és még nem is olvastam el az egészet, csak egy részét a vallomásnak az elejét. És ezt azért hoztam ebbe a videóba, hogy lássátok azt, hogy nagyon sok olyan tanítás van fent a neten, akár a teljes világhálón, már olyan értelemben, hogy nemzetközi szinten is, hogy nagyon sok ember szerez csodálót, hódolót, nagyon soknak a tanítását kanyar nélkül elhiszik, ugyanakkor nem teszik mellé a valóságos tényeket, nem teszik mellé a valóságos betegségleírásoknak a kritériumait, nem teszik hozzá azokat az orvosi, pszichiátriai, pszichológiai forrásokat és egyéb dolgokat, amelyek esetleg mást támasztanának alá, mint amit ők kifantáziálnak. A következő videóban szeretnék nektek arról beszélni, hogy lehet-e a narcisztikus borderline, vagy a borderline narcisztikus, és hogy mi az, ami élesen ketté választja ezt a kétfajta személyiségzavart, és hogy honnan tudjátok meg, hogy narcisztikus emberrel, vagy borderline személyiségzavaros emberrel álltok kapcsolatba. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a nehéz anyagot, nekem is nagyon nehéz volt összeszedni, illetve úgy formába önteni, hogy ez értető is legyen, remélem, hogy tényleg értető volt. Ha számodra ez érthető volt, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos, akkor kérlek, hogy lájkold, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, és várlak vissza a következő videómra is. Szia, legyen szép napod!